5-én ünneplik világszerte a Környezetvédelmi Világnapot. Ez alkalomból Pécsett egy figyelemfelhívó kiállítást rendezett az Ökováros Ökorégió Alapítvány. Ezt 1972 óta ünneplik világszerte, és hát mint a Környezetvédelmi Világnapnak célja egy felhívni a figyelmet a környezetkárosító életmódra, illetve arra, hogy az emberiségnek kell, illetve az embereknek kell tenni az ellen, hogy megőrizzük azt a helyet, ahol élni tudunk. Ennek a mostani kiállításnak a fő témája az ökolábnyom, hiszen mindenki valamilyen életteret igényel azzal, amilyen életmódot folytat, tehát minden egyes dolgunk nyomot hagy a Földön, és az ökolábnyom segít abban, hogy meghatározzuk, hogy mekkora a térigényünk. Ma a 7,7 milliárd népességnél ez fejenként 1,7 hektár jutna. Hát mi magyarok ezt azért jóval meghaladjuk, és ezt mindenki a saját életmódjához viszonyítva ki tudja számolni, lehetőség van erre. Illetve igyekszünk praktikus tanácsokat adni, ami könnyen átvehető, ezért is választottuk azt a címet ennek a programnak, hogy Kattanj zöldre, hiszen szinte csak át kell kattintanunk az agyunkat, nem egy visszalépés a fejlődésben, hanem másképp gondolkodás a hétköznapokról, a fogyasztásunkról. Az egyes témakörök, amik során lábnyomot hagyunk, tehát igénybe vesszük a természeti környezetünket, az egyik, ami mindenkinek elengedhetetlen, az élelmiszerfogyasztás, tehát milyen módon tudjuk csökkenteni a nekünk szükséges hektárban mért teret, például a kevesebb húsfogyasztással, illetve az élelmiszerpazarlásnak a megszűnésével. A másik a közlekedés, ugye elég kényelmesen élünk, és ezen is szükséges lenne mindenkinek elgondolkodni, illetve változtatni, aki úgy gondolja, hogy felelős a közlekedésével a környezeti helyzethez. A harmadik helyen ott az energiafogyasztás, hiszen például a szén-dioxid kibocsátásnak azért egy jelentős része a háztartások energetikai felhasználása, vagy energia felhasználása, illetve energia hatékonyságán múlik. A harmadik a hulladék. Ott arra adunk ötleteket, hogy a szelektív gyűjtést érdemes csinálni, nem kamu, nem összeleszkeverve, és hát egyelőre nem állunk olyan jól itt kis helyi szinten, de azt hiszem, hogy ennek a feltételei biztosítottak, úgyhogy csak tenni kell érte. Az utolsó rész pedig a vásárlási szokásokat közelíti meg, mi is az az ökocímke, mire tudunk figyelni a vásárlásoknál, és hát ami manapság az egyik legnagyobb környezetszennyező iparág, az a divat, főleg a fast fashion, a gyorsan cserélődő új cipő, új ruha, lehetőleg fél szezononként. Úgyhogy ez a másik, amire összeállítottunk, hogy minek mi a hatása a bolygónkra, milyen vízigénye van, milyen munkaerőigénye van, és mi lesz ma már sajnos annyi hulladék van ruhákból, hogy már sok segélyszervezet nem is tudja befogadni, legalábbis városi szinten. Magyarországon szerintem kicsit nehéz, mert állami támogatás lakosságira szerintem nincs a napelemből, úgyhogy még nagyon kezdetleges cipőbe jár szerintem itt Magyarország, meg Pécs is. Lokálisan annyit tudunk tenni, hogy a műanyag hulladékot azt külön szedjük, amennyire lehetséges, és próbálunk úgy élni, meg környezettudatosan levásárolni, meg olyan termékeket vásárolni, mondjuk palackos üveget, azt abból is a nagyobb kiszerelést, amit lehet kapni. A tárlat legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mit tehetünk környezetünk védelméért. Ehhez ötletes megoldásokat is bemutattak a szervezők.